Úgy látom, ennek van a legnagyobb sikerül. Nagy Zsombor meghívására különleges vendég járt Szerdán csapatunknál. A következő percekben a 4 éves Kovács Gergő Viktor történetét mutatjuk be, akit az MTK Budapest edzésére anyukája mellett kishuga, valamint nagymamája is elkísért. Az első ránézésre teljesen egészségesnek tűnő kisfiú sajnos súlyos izomsorvadásos betegségben szenved, ami leginkább a fiúkat támadja, minden izmuk áldozatul esik, először a törzs körüli izmok, majd a végtagok, légzőizmok és a szívizom is. Elég közeli kapcsolatban állok a családdal, keresztanyukám révén, és nagyon szívbe markoló volt, mikor tudomásomra jutott, hogy ezzel a komoly betegséggel kell szembenézni a Gerinek, és ezzel a mondhatni alattomos betegséggel, ami igazából visszafordíthatatlan, és csak megállítani tudják ezt a betegséget. Minden nap többször elesik, nyilván, hogyha kevésbé koncentrál, azért, hogyha odafigyel, akkor kevésbé, de sajnos ez innentől csak rosszabb lesz, mert 4-5 éves kora körül kezdődnek ezek a tünetek. Ami teljesen látható az az, hogy például a vádlia egy kicsit vastagabb, kacsázva szalad, ugye ez, hogy sokszor elesik. Úgyhogy ezek sajnos a betegségnek a velejárói, és ez lesz az, ami a későbbiekben egyre rosszabb lesz, ahogy ugye az izom ereje csökken. 2023-ban az Egyesült Államokban elérhetővé vált egy génterápia, amely lehetővé tenné Geri számára is, hogy teljes életet élhessen. Ebben az évben már az Egyesült Arab Emirátusokban, Dubajban is elérhető ez a génterápia, azonban az Európai Unióban még nem került engedélyezésre. Sajnálatos módon Gerinek nincs ideje megvárni az EU-s engedélyezést, mire ez megtörténne, kicsúszna az idősávból. Elevidis a neve ennek a gyógyszernek, és ez a jelenlegi állapotában állítaná meg ezt a jelenlegi betegséget. Ugye ez sajnos nem 100%-os gyógymód, de egy életre adna esélyt a Gerinek arra, hogy ő is átlag életet élhessen, ne kerüljön tolókocsiba, szív- és légzőizmaira ne menjen rá. És ugye az idő egy nagyon fontos faktor, mert hogy 4-6 éves kora között a legideálisabb megkapnia ezt a gyógyszert, ugyanis 6 éves korukra az izomerőjük 60%-át elveszítik ebben a betegségben szenvedő gyerekek. Ugye az izomszövet kötőszövetté alakul át, és szépen elkezdenek sajnos leépülni az izmai, és ez a gyógyszer nélkül ugye sajnos előbb-utóbb tolókocsiba kerülne, és aztán későbbiekben pedig ugye lélegeztetőgép, és sajnos a vége az egy nagyon rossz kimenetel, amit mindenképpen szeretnénk elkerülni. A gyógyuláshoz szükséges génterápiára 1,3 milliárd forint, ahhoz, hogy a csoda megtörténhessen és megmenthessük Gerit, olyan erős emberekre van szükség, akik támogatni tudnák ezt az ártatlan kisfiút, és lehetővé tennék számára, hogy ő is megélhessen mindent, amit egy átlagember. Hogy minél hamarabb rendelkezésre álljon nekik a pénz a kezelésre, ezért is gondoltam, hogy el kéne jutni minél több emberhez ezzel a szomorú hírrel, hogy minél több segítség álljon a család rendelkezésére. Minden esélyt megadjunk Gerinek, hogy teljes élete tudjon lenni. Szerencsére a PIK Szegeddel ismét összetudtunk fogni az MTK és a PIK Szeged együttesen, akárcsak Patrik révén, akárcsak a csoki gyűjtéssel kapcsolatban, és együtt próbálunk segíteni a két klub és remélhetőleg a szurkolóink is, hogy esélyt tudjunk adni Gerinek a felépülésre. Van egy honlapja, ahol ugye az egész történet ez a www.kovacsgeri.com oldal. Itt minden információ megtalálható róla egész kiskorától kezdve. Milyen? És akkor itt a korábban érkeztem alapítványnak a támogatásával készült neki egy alszámla, amire 100%-osan neki megy minden pénz, ami hozzánk érkezik. És ott lehet utalni is, illetve bankkártyás fizetéssel is minden, hogy lehet támogatni ezt a csupa szív kisfiút, mert tényleg imád élni, meg imád szaladgálni, játszani, hogy alapból tényleg egy igazi 4 éves kisfiú. Hatalmas örömünkre Geri végig mosolyogta a nálunk töltött időt, mindenre kíváncsi volt, és nem csak a labda kötötte le. Csak
Csapatkapitányunk Kata Mihály az MTK Budapest nevében Gerit és testvérét is megajándékozta. Ahogy láthatjuk, legjobban az MTK-s frisbee tetszett a tündéri szegedi kisfiúnak. Hogyha ránézel, nem mondanád meg, hogy milyen komoly terhet cipá. Felhőtlenül játszott itt velünk a csapattal, labdázott edzés előtt, nagyon boldog volt, ahogy megkapta a kis ajándékait, boldogan nyitotta ki ezeket, illetve láttam a tegnap a Pixegedes videót is, hogy ott is rendkívül nagyon élvezte, hogy ott a csapattal tudott lenni, és hatalmas élmény volt ez neki. Ismét egy kék-fehér akció vette tehát kezdetét ma este az OTP Bank Pixeged Magdeburg Bajnokok Ligája mérkőzés előtt a Pikk Aréna főbejáratával szemben kihelyeznek egy adománygyűjtő ládát, így a szegedi szurkolók is hozzájárulhatnak Kovács Geri gyógyulásához, az új Hidegkuti Nándor stadionban pedig az örök rangadó előtt klubunk is jótékonysági gyűjtést rendez. Segítsük együtt Geri felépülését!